Kedves testvérek, az evangéliumban látjuk azt, hogy föltámadt Jézushoz hozzászegődik ahhoz a két tanítványhoz, és elkezdenek beszélgetni, és abban a beszélgetésben nem veszik észre, hogy ez nem egy vándor, hanem ez a föltámadt Jézus. És utána még amikor bemennek a házba, akkor a kezébe veszi a kenyeret, vagyis nem egy képzelet, látomás, szellem, hanem valóságosan van jelen. És aztán majd látjuk azt is, hogy van, amikor átkorolják az ő lábát, van, amikor eszik az apostolokkal, tehát valóságos Jézus van ott. És az első olvasmányban, amikor olvassuk Péter apostolnak ezt a csodáját, amikor meggyógyítja ezt a béna embert, akkor látjuk azt, hogy Jézus működik benne. Nem egy egyszerű halász, aki még 3 évvel ezelőtt halat fogott a galileai tón, és most eljött a Jeruzsálembe is csodákat tesz, hanem az Úr Jézus az, aki működik benne. Főpapok, az írástudók harcoltak Jézus ellen, és most már az apostolokban működik ugyanaz a Jézus, mint aki itt volt a Földön, és látszik az, hogy az Úristen ellen nem lehet harcolni, hanem az Úristennek a művei megvalósulnak. Látjuk sokszor a történelemben, hogy megpróbálnak királyok hatalmas erővel, pénzzel harcolni az Úristen ellen, de nem sikerül nekik, maguknak ártanak. Prédikációra, amikor készültem itt a padban, akkor gondoltam, hogy megkérdezem a fiatalokat, hogy hol találkoztak a föltámadt Jézussal. Föltámadt-e Jézus az ünnepek alatt, amikor otthon voltatok? Aztán elkezdtem gondolkozni, és nálam hogy van? Nálam föltámadt? Utána még a minisztrásokat is megkérdeztem a mise elején, hogy náluk hogy van, föltámadt-e Jézus, és hogy támad föl. Van, aki azt mondja, a szívében. Szívében támad föl, ott érzi. És amikor magamat kérdeztem, akkor azt olyan választ tudtam adni magam számára, hogy amikor érzem, hogy az Úristen segít, gondoskodik, velem van, akkor érzem a föltámadt Jézusnak az erejét. Tehát nem érzem azt, hogy az úton mellém szegődik, vagy legalábbis nem vettem észre. De azt többször észreveszem, hogy egy-egy kellemetlen szegényben, aki jön valamit kérni, és akár segítek neki, akár nem, azt abban érzem azt, hogy ebben az Úr Jézus volt, aki meglátogatott. És örömmel tölt el, amikor segítek, és szomorúsággal, amikor okot keresek arra, hogy miért nem. A előzetes börtönben Ungváron van egy férfi 6 éve, és szokott hívogatni, hogy küldjek neki különböző dolgokat, és van, amikor megbeszélem az ungvári karitásszal, hogy menjenek el és vigyenek neki. És ő benne például sokszor érzem azt, hogy az Úristen az, aki rajta keresztül eljön az életembe, megjelenik. De az előzetesben néhány hónapig szoktak lenni, ezt már 6. éve ott tartják. Pontosan nem kérdezem, mert nem szívesen mondják azt, hogy miért. Ülnek ott, miért kerültek oda, időnként van bíróság. Azt sem tudom, hogy találta meg a telefonszámomat, vagy egyáltalán hogy tud telefonálni onnan, hiszen a börtönből nem lehet telefonálni, de neki sikerül. Na, hogy támad föl Jézus? Adtam egy kis időt gondolkodni.
Van, akinek van valamilyen élménye? Nehéz válaszolni. Próbálnak nem nézni rám. Arra meghívás ez a két olvasmány a számunkra, hogy Jézus akar rajtunk keresztül működni. Tehát működik Péterben, csodát tesz, és akar rajtam keresztül is. Akar jót tenni, és ad hozzá erőt. És hogy keressük, hogy én hogyan engedem Jézus erejét működni rajtam keresztül. Hogyan engedem meg azt, hogy ő tudjon rajtam keresztül szeretni, türelmes lenni, és különösen a kellemetlen emberben, aki jön, aki valamit kér, aki valamit szeretne, akkor tudatosítsam magamban azt, hogy Jézus ereje is működik bennem, hogy ezt az embert most szeressem. Amen.